Ritka alkalom ez a séta, napok óta alig mozdultak ki Marciék. Édesanyja azt mondja, most csak kivételes esetben hozza ki a friss levegőre bölcsödés kisfiát. Őt hétfőtől nem viszik be az intézménybe. Mivel nincs nagyon segítségünk, én vagyok otthon vele, de én most jelenleg várandós vagyok, úgyhogy amúgy is otthon lennék, úgyhogy ebből a szempontból szerencsésebb, de hát azért rossz így a négy fal között beragadni, de szerintem fontos, hogy lerövidítsük ezt az egészet. Az izoláció érdekében bizonytalan ideig zárva tartanak a város bölcsődéi. A hét intézmény 538 férőhelyén most csak 16 gyermekre vigyáznak. Az ügyeleti rend a Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény épületében 4 kisgyermeket érint. Lehetőleg szabad levegőn játszanak. Az intézményvezető szigorú szabályokat vezetett be, az ajtónál fertőtlenítő kézmosást várnak minden érkezőtől, az épületet, kiemelten a használatban lévő helyiségeket is alaposan és gyakran fertőtlenítik. Nem fogadunk mindenkit, állítottunk egy prioritást, elsősorban egészségügyi dolgozók gyermekeit fogadjuk, gyógyszertári dolgozók gyermekeit, élelmiszerboltban eladó dolgozó szülőket, aztán a hatóságok, a rendvédelmi szervek gyermekeit, minden hatóságtól természetesen, valamint a közszolgálatban dolgozók gyermekeit, és megjelentünk egy egyéb kategóriát is egyéni elbírálásként. A szülők együttműködőek, de nem mindenki tudja megoldani a felügyeletet, ők babysittert keresnek. Kira 17 éves korábban is vállalta a gyermekek felügyeletét, most önkéntes, felajánlotta a díjmentes segítségét. A megszokottnál jóval többen, naponta körülbelül 50-an kérik a segítségét. Már így a hétvégétől folyamatosan keresnek meg, és próbálok mindenkivel egyeztetni, hogy a legjobbat ki tudjuk hozni ebből a helyzetből. Karitatív módon segítesz? Igen, illetve legfőbbként úgy, de így, amikor nagyon extra helyzet van, akkor szoktam kapni persze jutalmat, amit általában elutasítok, de szokták rám dugmálni, ha mondhatom így. Keddtől a bölcsödések megkaphatják a napi meleg ételt is, mondta el Sebestyén Bianka. A gyermek számára dobozban tudják biztosítani az ebédet.